Nagy örömmel és jó érzéssel érkezett Cegvédre gróf Nádasdy Borbála, a történelmi Nádasdy családtagja még nem járt városunkban. Most viszont ő indította a Városi Könyvtár sorozatát, erről is lesz szó hamarosan, de előtte nézzük további híreinket röviden. A honosítása váró járműveknél lesz csak változás. Hamarosan jön a klímaidőszak. És újabb tornás sikerek. Tarolt megint a Váradi Akrokém. A Cegvédi Városi Televízió péntek híradóját látják. Jó estét kívánok! Az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek szerint a május 20-a után vizsgáztatott gépjárművek esetében a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítványt is be kell mutatni a helyszínen az ellenőrzést végző rendőrnek. Az ORFK-tól kértünk információkat erre vonatkozóan. Kiderült, mindez a jármű honosításra vonatkozik. A sajtóhírek helytelen jogértelmezés eredményeként születtek, mivel a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatására vonatkozó jogszabályi kötelezettség kizárólag jármű honosítás eljárására értendő. A közúti közlekedési ellenőrzés során annak bemutatására továbbra sem kötelezhető a járművezető, így a rendőrség az ellenőrzések végrehajtása során május 20-át követően sem fogja a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatását kérni. Amennyiben az intézkedő rendőrnek a forgalmi engedélyben vagy a vezetői engedélyben foglaltakon túlmenően további adatra van szüksége, úgy azt a rendelkezésre álló nyilvántartásokból fogja megállapítani. Az életében bekövetkezett nehézségekről, az emigrációról és a tapasztalatai által megírt könyveiről beszélt gróf Nádasdy Borbála, a történelmi Nádasdy család tagja, a Magyar Arisztokraták című rendezvénysorozat első vendége volt. A Városháza díszterme szinte teljesen megtelt. Nagy örömmel és jó érzéssel érkezett Cegléd-re gróf Nádasdy Borbála. A történelmi Nádasdy család tagja még nem járt városunkban. Rögtön megnéztem, hogy hol van Cegléd, hogy mik a hírességek itt, és hogy van. Hát láttam, hogy történelmi város, és én ugye járom az országot, és meghívnak ide-oda. Megyek is, mert mindenhova szívesen megyek, de hát Cegléd az tényleg ismeretlen volt, mert itt még nem jártam. Nem csak könyvbemutatón, hanem különben sem. A grófnő életében számtalan nehézségen ment keresztül, de sosem adta fel. Nádasdy Borbála úgy fogalmazott, a megpróbáltatások embert faragtak belőle, és azokból is, akik átélték még rajta kívül. Nem vagyok egyedül, nagyon sokan, és hát én nekem nem annyira miattam a nehéz idők, hanem a szüleim miatt. Mert ők ugye úgy mentek el majdnem, hogy itt nem volt remény ebbe az országba, és honvágy, és ilyesmi, ami hát nehéz volt nekik. És mindig mondom, hogy nem a vagyon elvesztése volt a nehéz, hanem az, hogy a család szétesett. És a nővérem Kanadába él, én Franciaországba éltem, most meg hazaköltöztem. A legnagyobb öröme az lenne, ha újra egyesíthetnék a családot, mint mondta. Annak ellenére, hogy életét a birtokfosztás, a társadalmi megbélyegzés, a megaláztatás és az emigráció jellemezte, életszeretetének és kitartásának köszönhetően fel tudott állni a mélységből is. Az ember úgy el van kicsit kenődve néha, vagy igen, hát szomorú, vagy honvágya van, akkor elővesz egy magyar írót, egy költőt, és akkor abba belemélyed, és akkor hát valahogy, akkor elmúlik az az idő, amikor az ember nincs jól, és akkor ez tényleg nekem legalábbis nagyon sokat segített, és most is az, hogy megtartottam ezt a nyelvet, és 60 év után, külföldi élet után még így beszélek magyarul, azért az egy fontos dolog. A grófnő a Magyar Arisztokraták elnevezésű rendezvénysorozat első vendége volt. Nagy volt az érdeklődés a program iránt, hiszen a Városháza díszterme szinte teljesen megtelt. Hamarosan jönnek a meleg napok, amit sokan csak úgy képesek elviselni, ha bekapcsolják a klímát. Azonban gyorsan kell cselekednie annak, aki már idén-nyáron klimatizált lakásban szeretne tartózkodni, ugyanis nem olyan egyszerű megfelelő szakember találni a berendezés felszereléséhez.
Aki szeretne idén nyár a klímát, még most kezdje el a szervezkedést, hiszen hosszadalmas várakozási idő előzi meg a készülékek felszerelését, írják a pénzcentrum.hu weboldalon. Valamivel jobb helyzetben vannak azok, akiknél a berendezés telepítése már korábban megtörtént. Ettől függetlenül nekik is észben kell tartaniuk, hogy a készülékek folyamatos karbantartást igényelnek. Jelenleg 2-3 hetet kell várni egy készülék felszerelésére, de nyáron ez meghosszabbodhat, amikor sokan szeretnének klímát. Maga a telepítés egyébként nem vesz sok időt igénybe. A munka 3-4 óra alatt elvégezhető. Egy egyszerű karbantartás ennél jóval kevesebb időt vesz igénybe. Ettől függetlenül itt sem jellemző, hogy azonnal ki tudnak jönni a szakemberek. A készülékeket évente egy vagy két alkalommal szükséges szakemberrel megvizsgáltatni, attól függően, hogy a berendezést csak hűtésre vagy esetleg fűtésre is használjuk. Hűtés esetén elegendő egyszer, ám fűtés esetén 2 ellenőrzés szükséges. Ezeken túl vannak kisebb karbantartási munkák is, amiket szakember segítsége nélkül mi is elvégezhetünk. A klímában levő szűrőket mi magunk is kivehetjük, átmoshatjuk, fertőtleníthetjük. Erre azért van szükség, mert a klímaberendezések jelentős mennyiségű szennyeződést szívnak magukba, amiket aztán visszajuttatnak a levegőbe, és ez egyáltalán nem tesz jót az egészségünknek. A készülékek telepítése 80 ezer forint körül mozog, a meglévő gépek karbantartásáért pedig 10 ezer forint körüli összeget kérnek el a szakemberek. Keresik Pöttyország uralkodóját Államművelődési Központ felhívásában. A szülőknek mindössze annyi teendőjük van, hogy pöttyös ruhába öltöztetik gyermeküket. Ezt lefotózzák, és elküldik a Művelődési Központ e-mail címére. A beküldött képekre május 21-től május 26-ig lehet szavazni. Az a gyerek lesz Pöttyország uralkodója, aki a legtöbb lájkot kapja. A nyereményét pedig a Városi Gyermeknapon veheti át. Pöttyország uralkodóját tavaly keresték először, most idén pedig újabb felhívást hirdetett a gyereknap kapcsán a Kossuth Művelődési Központ. A Vörösmarty téren a gyereknapból egy gyerekparadicsom, egy gyerek királyság alakul ki, ilyenkor ugye a résztvevők mind középpontban vannak, és értük van az egész nap, hogy legyen egy uralkodójuk, egy pöttyös királylányt, vagy királyfiút, királyfit kerestünk, és tavaly először hirdettünk, és akkor egy aprócska kis királylányt találtunk. Ez úgy működött, hogy felhívást közretettünk a Facebookon, és fotóval lehetett nevezni. A lényeg, hogy pöttyös ruhában kell szerepelni a képen. Legfőképp piros alapon fehér pöttyös ruhás fotókat várnak a szülőktől. Miután megvannak a jelentkezők, ugye lezárjuk a jelentkezést, kitesszük a Művelődési Ház Facebook oldalára, és lájkokat kell gyűjteni alá, tehát népszerűségi cukiságfaktor az fontos, hogy legyen a képen, tehát az alapján a legtöbb lájkot összegyűjtő, ő lesz a pötty királynő vagy pötty király, és őt pedig a gyereknap végén koronázzuk meg a színpadon, és egy értékes nyereményt fog átvenni. A fényképeket május 20-án éjfélig kell elküldeni a Művelődési Központ e-mail címére. A képek május 21-én reggel 8 órától elérhetők lesznek a Kulturális Központ Facebook oldalán. 27-én vasárnap 6 óra körül lesz az eredményhirdetés, tehát mi ezt 27-én reggel, illetve 26-án legkésőbb éjfélkor lezárjuk ezt a szavazást, és akkor már csak azon kell izgulni, hogy ki az, aki a legtöbb lájkot összegyűjtötte. Tavaly is nagy versengés volt a lájkokért, sokan szerettek volna nyerni. A felhívás eredményét, Pöttyország uralkodóját május 27-én 18 órakor hirdetik ki a Városi Gyereknapon. A nyertes egy pöttyös koronát és egy tabletet kap ajándékba. Idén 8 pincészet várja a borkedvelőket pünkös vasárnap, május 20-án a nyitott pincenapon az érdeklődők kerékpárral, lovaskocsin vagy busszal is körbejárhatják a borászatokat. Idén a Ceglédi Ipartestület is csatlakozott a programhoz, rövid híreink következnek. Pünkösd vasárnap idén is kinyílnak a ceglédi és környékbeli borászatok kapui. A nyitott pincenapon 8 pincészet várja kóstolóval az érdeklődőket. A program során az Aranypince, a Fekete Pince, a Kemencés Borház, a Klément Borház, a Molnár Családi Borászat, az Aranyhegyi Pincészet, a Füle Családi Pincészet és a Megyeri Fivérek Borkápolna fogadja a családi, baráti társaságokat. Idén először a Ceglédi Ipartestület is csatlakozott a programhoz. A Bercsényi úti székház
Kertházban kézműves vásár és gyerekjátszóház is lesz, a felnőtteknek pedig ifjabb Kis Attila borász tart kóstolót. A nyitott pincenapon idén is lesz buszjárat, amely 10 órától indul a Városháza elől. Koncertet ad hétvégén a Halleluja kórus. A zenekedvelőket május 19-én szombaton 17 órára várják a Városháza aulájába. A koncert ingyenes. Az énekkar 2011-ben alakult, mint a Ceglédi Ökumenikus Kórus, és 2014-ben vették fel a Halleluja nevet, ami annyit jelent, mint Istent dicsérni szívvel és énekkel. Pünköst hétfőre, azaz május 21-ére hívja a Ceglédi Önkormányzat a két vagy annál több gyermekes családokat gokárt versenyre. A részvétel ingyenes, az indulás feltétele viszont, hogy a család minden tagjának versenyeznie kell. A gyerekek 7 éves kortól ülhetnek kormány mögé. Minden család egy menetet megy, ami 8 perc és a legjobb köridővel kerül a versenybe. A nevezést május 21-ig meghosszabbították. A családi nap kukac.iránycegléd.hu e-mail címre várják a jelentkezéseket. Sőt, nevezni a verseny napján hétfőn is lehet a helyszínen, azaz a Nyársapáti gokárt pályán. A legjobban teljesítő csapatok ajándékcsomagot kapnak. A programot a családok éve keretében finanszírozza a Ceglédi Önkormányzat. Az egésznapos rendezvényen kerékpáros ügyességi pálya is lesz. Újabb sikerekkel tért haza a magyar bajnokságról a református iskola tornaköre. Két páros nyert aranyérmet A kategóriában, ami a profik köre. Az Európa bajnokságra is kijutott a csapat, negyelőre még támogatókat vár a tornakör, hiszen a brassói utazást nem tudják önerőből finanszírozni. A református iskola tornaköre sikert sikerre halmoz. Most is egy nagy bajnokságon vannak túl, ahonnan szép eredményekkel tértek haza. Nem annyira nehéz, azt hiszem, hogy kívül, illetve nekünk a kívülállóknak egy kicsit furcsa. A Látványtánc Szövetségben mindenféle tánca, mozgással kapcsolatos produkciókat lehet látni, úgy a balettől, a klasszikus balettől, a folklór, az akrobatikus torna, amivel mi szerepelünk, és ez nekünk nagyon nagy szó, hogy mi ilyen nagy versenyeken részt vehetünk. A Látványtánc Szövetség nagyon népszerű, hiszen minden versenyén több száz gyerek méretteti meg magát. Nagy az öröm, hogy áttették a lányokat a B kategóriába az A-ban, mert olyan magas pontszámot éltek el. Most csúcsot is döntött a Vivi és a Réka, 76,5 pont, ez óriási dolog. De viszont így, hogy kijutottunk az EB-re, nem biztos, hogy megyünk, mert anyagi vonzatai vannak, amik előbb beszélgettünk, hogy azért Brassó nem itt van. Hetente többször edzenek a fiatalok, hogy a legjobb formájukat hozzák a versenyeken és a fellépéseken is. Nagyon sok edzés van, valamint a bemutatók. A múlt héten például a gyerekek úgy mentek versenyre, hogy pénteken délután felléptek, szombaton délelőtt itt az iskolában a családi napon, illetve vasárnap a versenyen, ahol fantasztikus teljesítménye. Mindezek ellenére edzés után két bemutató, és akkor utána még versenyezni. És a nyári szezon. Nyáron 3 hét szünetünk van összesen, ennyi az összes, amit engedélyezünk idézőjelben nekik, mert készülni kell. A gyerekek nagy örömmel járnak az edzésekre és a bajnokságokra is. Mindenkit más motivált abban, hogy elkezdjék az akrobatikus tornát. 2 éve járok, és azért, hogy legyőzzem anyát, hogy ügyesebb legyek nála, mert ő is járt régen tornára. Én 3 éve járok, és én azért választottam ezt a sportot, mert egyrészt apa is ide járt, és ő mondta nekem, hogy próbálja ki, mert neki ez nagyon tetszett, és hát ugye követtem őt is, és én nem szeretném abba hagyni, és apát így úton szeretném érni. Nagyon szeretnének majd az európai bajnokságra is kijutni, de ahhoz nem elég az önerő. Így várják a támogatók felajánlását, természetesen reklámért cserébe, mondták az edzők. További sok sikert és kitart ezt a fiataloknak. Ezek voltak legfrissebb híreink, friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is nagyon szép hétvégét, viszontlátásra!